Dr. Glósz Ervin atya halálának egyéves évfordulója alkalmából emlékeztek ma az öreghegyiek, az öreghegyi magyarok nagyasszonya plébániánál. 1953-ban szentelték pappá a templom és közösségépítő plébánost, 1986-ban került Székesfehérvárra. Ugyanekkor kapta meg a Székesfehérvári Kórház kórház lelkészi megbízatását is. 1976. júniusától a Székesfehérvári öreghegyi plébániára került, ahol egészen 2007-ig töltötte be hivatalát. Híveivel társadalmi munkában együttműködve építették fel az új, emeletes plébánia épületet, felújították a templomot és orgonát. Az atyának nagy szerepe volt a Szent Donát kápolna újjáépítésében is. Tudom, most ezt az emléktáblát áldjuk meg. A Szent Misét követően Tornyai Gábor, az öreghegyi egyházközség plébánosa áldotta meg a templom és közösségépítő Glósz Ervin emléktábláját. Az a közösség, az a templom, az a plébánia, amit most itt ma Öreghegyen itt láthatunk, azt mondhatom, hogy gyakorlatilag az ő műve. Azok az emberek, akik itt vannak most a templomban, a gyerekektől a nyugdíjasokig, mindenféle korosztály, azért nagyban köszönhető az ő személyiségének. Az emléktábla megáldását követően a hívek és Székesfehérvár előjárósága kegyeleti menetben vonult át Ervin atya Szent Donát kápolnában lévő sírjához, ahol egy rövid megemlékezést követően elhelyezték a kegyelet virágait.